11. évfolyam, a hidrogéngáz előállítása kipkészülékben. Egy kipkészüléket látunk az asztalon, az aljába cinket helyeztünk, és sósavat, egy-egy higítású sósavat fogok rácsepegtetni. A kipkészülék kivezetéséhez gumicső segítségével egy hajlított üvegcsövet kapcsoltunk. Ezt a vízbe helyezem, az üvegkádban lévő vízbe. A kipkészülékben pezsgés figyelhető meg. Látjuk, hogy az üvegcső végén buborékok jelennek meg. Egy kémcsövet megtöltök a víz alatt. És a kémcső szájába helyezem az üvegcső végét. Láthatjuk, hogy a hidrogéngáz átbuborékol a vizen. Mi lehet ennek az oka? Hát az, hogy a hidrogéngáz apolláris molekulákból épül fel, ezért a vízben nem oldódik. Láthatjuk, ahogy szépen lassan kiszorítja a kémcsőből a vizet. A kémcsövet szájával lefelé tartjuk, mert a hidrogéngáz nagyon könnyű, kisebb a sűrűsége, mint a levegőjé, ezért felfelé száll. A kémcsövet most pedig egy borszaszégő lángjához fogom tartani. Hat pukkanást hallottunk. Ezek szerint a kémcsőben nagy részt hidrogéngáz volt jelen, kevés volt a levegő. Hogyha több a levegő oxigénje, akkor a hidrogén pukkanó hanggal gyullad meg és ég el. A kémcső falán vízpárát figyelhetünk meg. A hidrogéngáz égése során vízzé alakul. Tehát azt láttuk, hogy a cink, ami egy negatív standard potenciálú fém, a sósavból hidrogéngázt fejlesztett.